Sziasztok, Csik Norbert vagyok, sapkámat nézzétek el, anyukám csak így engedett el, mert hideg van. Megmutatok nektek most 2 darab S-osztályt. Méghozzá a 2 darab S-osztálynak, a 2 darab S-osztálynak a forduló körét. Mert hogy mind a kettő ugyanúgy a hosszított kivitel. Szóval centiméter pontosan minden ugyanaz a két autón, ugyanaz a motor, mind a kettő 580-ast, mind a kettő hosszított. Két különbség, vagy egy különbség van, ami itt most ennél a videónál lényeges. A négy kerék kormányzás, ebből kétféle van. Van a 4 fokos és a 10 fokos. És itt azt akarom bemutatni, hogy mennyire nagy különbség van a kettő között. Most így szépen körbejárom. Így, igazából most egy jó tesztet fogunk csinálni, hogy a kettőt összehasonlíthassuk, és kiálltam ide, igyekeztem egy kis autót statisztának befogni, hogy hát akkor mutassa meg a legnagyobb és a, nem azt mondom, hogy a legkisebb, de mutassa meg ő is a fordulókörét. Itt vagyunk Veszprémben az SBAK-nál. És akkor most így megmutatom a fordulókörét. Van 2 darab segédeszközöm. Van egy centi, mert majd le is fogjuk mérni, és van egy térkő darab, amivel majd jelölni fogom a kis kerékkormányzást, meg a nagy kerékkormányzást, hogy melyiknek hol volt a fordulóköre. Azért hagyok el a térkő szegélytől 50 centit, odáig a térkőig, mert a nagyobbik négykerék kormányzásnak akkorát fordul a kereke, hogy ha nem oda tenném, hanem közelebb tegyük fel 20 centire, akkor rámenne arra a világító testre. Ez a kiskerék kormányzás ekkorát fordul. Így. Amúgy azért vettem be a rendszámot, hogy így, mivel 2 autó ugyanaz, csak a felné egy picit más, így a rendszám nélküli a kiskerékkormányzásos, ő a 4 fokos, és a rendszámos a 10 fokos. Na, az 50 centit én azt ugyanúgy tartottam, ott van a térkőnek a szegélye, igazából ilyen centiméter pontosan párhuzamosan állunk a ott, és viszem a kis kavicsomat, és akkor most indul a teszt úgy, hogy akkor elindítjuk a fordulását. Teljesen alászedődik a kormány, és ahogy alászedődött a kormány, rögtön lassan indul el, és amikor valahol itt fog járni, amikor már igazából a 180 fokot megfordította maga az autó, akkor oda leteszem a kavicsát, vagyis a kavicsot, ezt a segédeszközömet, úgy, megvárjuk, hogy párhuzamosan álljon. Még egy picit menj, oké. Na, ide letesszük a kavicsot. Egy picit ráhagyunk egy pár centit így, hogy jó legyen. Így. És akkor itt szépen megfordul. Na, akkor most ezt ugyanúgy megcsináljuk a 10 fokossal is. Ez a 10 fokos. Figyeld! Ez egyértelműen látható, hogy igazából több mint a dupláját
fordulja. Lassan már csúnya. Engem már állítottak meg a parkolóba, hogy fiatalember, rájön meg, valami van a kerekével. Ki fog esni? Na most nézzük meg a 10 fokost, ugyanúgy 50 centire áll, ugyanúgy párhuzamosan áll, ez a rendszámos, és majd ezt nézzétek meg, hogy mennyire tér ki a hátsó nyomvonalból az autó. Léci, szedd alá teljesen balra, és lassan mehetsz. Oda nézz. Simán átjött egy 5 centit. Úgy. És itt volt az előzőnek a fordulóköre. Maradj úgy, léci. Idehozom a centit. Idehozom a centit, hogy megmutassam, hogy megmérjük azt, hogy mit is spórolt ez az autó. Mennyit számít 2 darab? Most így egy kézzel nehéz. Igazából egy 10 centit még menj előrébb, léci. Akkor lesz igazán hiteles. Jó! Na, oda tettük. Most ezek igazából ilyen... Most, hogyha a guminak a közepét nézzük, akkor nem oda kellett volna tenni, hanem ide kellett volna tenni, sőt, akkor tegyük oda. Mert igazából... Így vagyunk, mindjárt mutatom. Így vagyunk teljesen hitelesek. Na, ennyit spórolt a 2 darab 4-kerék kormányzású autó. Azt mondja 117 centi. Maradjunk annyiba, teljesen mindegy, hogy mérjük. 110 centinél többet, vagy 110 centinél kisebbet fordul ez a bálna. Hívjuk bálnának, mert ekkora autót, hát ja, ekkorát spórolt. Oda néz. És ez csak a 4-kerék kormányzásnak, hogy továbbfejlesztették a 4-kerék kormányzást. De ennek van ám hátránya is. Mindjárt mutatom azt is. Na, innen volt a kiindulás, az 50 centi onnan, és most igazából nem értem. És pontosan nem tudom nem érni, mert a 10 méteres szalaghoz kell még egy 15 centi kb. Úgyhogy 10 méter 15 centit használ fel, hogyha tolatás nélkül akarunk megfordulni. Úgy. És most egyúttal oda néz. Hát ez egy kicsit merész ötlet. Most én nem méregetem centivel pontosan az autókat, hogy melyik hány centi, hanem így nagyjából beálltam. Hát itt szerintem 5 centinél talán a túlsó S az egy 3 centivel beljebb van, mint ezek. De csak így a méret arányai, hogy milyen autót teszünk oda. Oda néz. Hát a lámpája az itt van az A-oszlopnál,
a Mercinek. Figyelj, szegény. Oda néz. Így a... Hát... idehozod nekem a léci a centit? Na most megmérjük így. Így hirtelenre, hogy... Hogy hány centi is a hány centi. Na nézd, ennyire lógnak ki a parkolókból. Ez egy ilyen szabványos parkoló. Ennyit lógnak ki az autók. Hogyha nem tudsz feltolatni a patka fölé, úgymondva, mert ugye bár itt nálunk ilyen virágágyás lesz, úgyhogy most így van ez még kialakítva. És eddig lóg ki. Na mindjárt mutatom, hogy... Köszönöm. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy ott beállítjuk. Így a... Visszább. Hát, nagyjából így. Így. Az autóknak az eleje, az meg... Igazából amennyire kiúsztam a... Egy térkő kell leszámolnunk másfelet. Az azt jelenti, hogy 166 centi különbség van a hosszúsága között. Na, akkor megmérjük ezt is, hogy mit produkál. Na, most akkor nézzük meg a pandát, hogy mit teljesít. Ugyanúgy párhuzam, ugyanúgy minden. Léci, gyere! Teljesen alászedi a kormányt, és megmutatja. Idehozom a centit közben, hogy megmérjük, hogy mehet. Úgy. Még egy picit, hogy párhuzamba legyél az kiindulással. Jó, oké. Ugyebár ennek a az első kereke, így. Még egy picit menj talán. Így, oké, jó. Ez már sok is, de mindegy. Mert ugyebár a... Menj egy picit hátrébb, egy 10 centit csak. Ugyebár azt kell nézni, jó, oké. Azt kell nézni, hogy párhuzamosan álljon meg az autó, mint ahogy elindult. Na. Hát. Jelentem. Jelentem, hogy... Száz három, száznégy centivel fordul kisebb bet, mint a rendszám nélküli S osztály, aminek 4 fokos, és a rendszámos, ami 10 fokos, annál nagyobb. Szóval a Fiat Pandának nagyobb forduló körre van szüksége, mint ennek a bálnának, ennek a bengának. Hát ezt most becézhetném, de hát, na, a mérnökök. A mérnökök kisebb fordulókört csináltak annak, mint ennek. Na, hát így magam módszereivel megmérettettem a két autót, és még mindjárt mutatok még egy dolgot, amin kell gondolkozni, és akkor vége is a videónak. Amire nagyon figyelni kell, ez a 10 fokos négykerék kormányzás, meg kell tanulni vezetni. Másféleképpen, mint ahogy
én elmentem már 1,5 millió kilométert, és amikor én ezzel közlekedtem, vagy ilyen, ezzel a nagy kormányzású hátsókerékkel, akkor én kétszer majdnem meghúztam. És nem tudtam elképzelni, hogy hú. Szóval ez egy nagyon jó extra, hogyha kicsi a hely, de viszont meg kell tanulni vezetni. Ez nem úgy van, hogy csak odaadunk egy akárkinek egy autót. Igazából itt azt tud megzavarodni, és azt tudja megsérültetni az autó jobb bal oldalát, aki sokféle autót vezet. És reggel ezt vezeti, délután azt, vagy mindegy, egyszerre két autót használ, vagy hármat. Na, én itt próbálom szemléltetni. Nem tudok oda tenni, nyilván az oszloppal nem fogom megmutatni, mert hogyha picit is hozzáér, az nem szerencsés. Itt van a kavics. Igazából amikor beálltok egy... Ráálltok a garázsnál a falra, és tolatnotok kell, de nem egyenesen ki, hanem teljesen alá kell szedni. És egy átlag autónál, hogyha itt, ide teszem ezt a, így van beközepelve, még egy picit így. Ugyebár amikor elhagyja a hátsó kerék, tegyük fel a garázsnak a nyílását, akkor ti már alá szedhetitek, mert már nem húzza meg az oldalát. És ezt nézd. Léci, gyere, szedd alá jobbra, és lassan tolass. Figyelj! Belehúzza az autónak az oldalát, ugyebár négy kerék kormányzása van, és bele tudja húzni a részt. És már rögtön meghúztad. Már rögtön meghúztad. A rész átment mindenen. Szóval ennek ez a hátránya, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell ennek a használatára, mert túl jó. Majd, hogyha majd megnézzük 5 év múlva az én szemléletemet, vagy az én gondolatmenetemet, akkor majd ezeknek a 10 fokos kormányos autóknak mindnek a jobb oldala és a bal oldala már újra lesz fényeztetve. Mert ha egy picit nem figyelsz, én nagyon jó vezető vagyok, nagyon logikus, higgadt, de kétszer volt olyan, hogy azta, fú, levert a víz. Na, hát remélem úgy mutattam be ezt, amúgy bocs az ilyen térköves dolgokért, mert most itt épp építés alatt van ez a csarnok. Na, remélem tudtam segíteni. Hogyha valaki választás előtt van, akkor szerintem ennek hasznos, vagy szerintem neki ez a videó, ez hasznos, hogy tudja azt, hogy igazából ezt, vagy ezt a kormányzású, vagy akár azt is, hogy melyiket válassza. Na hát akkor így röviden ennyi. Nyugodtan kommenteljetek. Én szeretem az ilyen videókat, amire nem gondol az ember, de én felszeretem hívni a figyelmét. Én nagyon sok videót nézek, az összes Mercis, az összes BMW-s, de ezekre, valahogy ezekre a dolgokra nem hívják fel a figyelmét, és nem mondja el az embernek, hogy teljesen mindegy, hogy ezt autós műsor csinálja, vagy maga a gyár, maga a Mercedes csináltat ilyen videókat, jó, olyanokat nem igazán szoktam látni. Vagy nem lehet látni, se a BMW-től, senkitől, de én ezeket szívesen, hogyha nektek van ötletetek, akkor megszponzorálhatnátok pár dologgal, ötlettel, hogy miket hajtsak végre. Én ezeket szeretem, én szeretem felhívni erre a figyelmet, hogy oké, okay, jó, de nézd meg ezt a videót. Mert segíteni egy autóvásárlásba az sokszor nagyobb siker, mint az, hogy eladok neki egy hibátlan autót. Na, akkor kommenteljetek, sziasztok!